estét kívánok! Igaz, a mai gyönyörű idő nem feltétlenül ad igazat annak, hogy mi itt a stúdióban találkozunk önökkel, gombázzunk együtt műsorunkban, de mi mégis erre folyamodtunk, ennek pedig oka van, mégpedig a két kiállítás, a Sátor Aljaújhely és a Sárospataki Gomba kiállítás, melyet már hagyományosan szervez meg a Zempléni Gombász Egyesület. Egy kicsit visszatekintünk, hiszen szeptember elején Sátor Aljaújhelyben volt kiállítás, és egy kicsit előre, hiszen jövő héten Sárospatakon lesz kiállítás. Ennek apropójával beszélgetek itt a stúdióban a Zempléni Gombász Egyesület tagjaival, Nagy Györggyel, elnök úrral, Hegyesi Gáborral, a szakmai bizottság elnökével, és Varga Lukácsné Marikával, aki a Református Kollégium általános iskolájának tanítónője, és természetesen a Zempléni Gombász Egyesület tagja. Hát ahogy említettem, kicsit visszatekintünk, de tényleg csak kicsit, hiszen még erősen élnek az emlékeim a Sátor Aljaújhelyi Gomba kiállítás, hiszen nagyon sikeres volt idén is ez a kiállítás, még akkor is, ha nekem kétségeim támadtak még vasárnap, mikor kirándulni voltam a családdal, hiszen mi egy darab gombát nem találtunk. Ugyanez volt nagyon sokaknak a észrevétele. Mindenki, aki beérkezett vasárnap, azt mondta, hogy ilyen szárazságot alig volt gomba, de olyan sokan érkeztek be, és hát ez a csapatmunka eredménye volt, hogy a végén a kiállítás végéig, amíg tartott, összesen 160 féle gombát tudtunk bemutatni a nagy közönségnek, friss gombákat. Természetesen azért voltak benne taplók is, de sikerült friss gombákból ennyit meghatároznunk. Több faj is volt, néhánynak a meghatározása problémás volt, ezeket nem raktuk ki a látogatók elé. Tehát visszatérve arra, ahhoz, hogy ennyi gombát be tudjunk mutatni, ahhoz nagyon sok embernek nagyon sok munkáját kell megdicsérnem, mert nem csak a gomba gyűjtés a terepen, a megfigyelés, a tapasztalat, több évnyi tapasztalat, családok munkája, csapatok munkája, az együttműködés nagy eredménye az, hogy sok gombát hoztak be, hanem maga a kiállítás megrendezése, egyrészt, hogy már mi is sokat tanultunk, és viszonylag kevés külső segítséggel tudtunk most már dolgozni, tehát ez a korábbiakhoz képest sokkal kevesebb volt a külső segítség, amit rendszerint a miskolciak biztosítottak korábban, most sokkal önállóbbak voltunk, illetve hát a kiállítás rendezése. Aki járt ott, az mind látta, hogy milyen nagyon szép, és itt most látjuk a képeket is, hogy milyen látványosra sikerült megrendeznünk ezt a jubilálónak mondható kiállítást, hiszen már Újhelyben, a múzeumunkban ez az 5. alkalom, amikor erről a friss gomba kiállításról beszélhetünk. És hát meg kell említeni, hogy nem csak a friss gombákat mutattuk be, hanem mint a képen is látszik, gyerekrajzokat. Az elmúlt évek legjobb, legsikerültebb alkotásaiból raktunk egy tárlatot, illetve most először visszatekintve a Gombász Egyesületnek az 5 éves múltjára a meglevő fényképekből egy kiállítást, illetve természetesen gombákból, valamint Szarka János kollégánknak, taktársunknak és fotósunknak egy ilyen természetrajzi fotókiállítását is lehetett látni. Valamint hát ugye ugyanúgy, ahogy az elmúlt években már szokásos előadások voltak, párhuzamos a másik teremben, nem gombákról általában, már gombákról is volt egy előadásban szó, hanem egyéb természeti értékeinkről lehetett hallani. Elsősorban gyerekeknek, de felnőtteknek is előadásokat. Ezt az Abó Zempléni Értékeiért Közhasznú Egyesület tagjai tartották, illetve ugyanígy majd ez Sárospatakon is hasonlóképpen fog folyni. Természetesen ez a kiállítás a nagy közönségnek szólt, nem feltétlenül csak azoknak, akik nagyon behatóan érdeklődnek a gombák iránt, de mi volt a visszhang? Most is olyan sok gyerek és általános iskolás csoport jött, mint eddig? Hasonlóképpen, mint az elmúlt évben például, tehát ebből a szempontból nagyon jók a tapasztalataink, igen nagy a érdeklődés a gombák megtekintésével kapcsolatban, tehát a gyerekeket ez nagyon érdekli. Valószínűleg jobban érdekelni, csak hát nagyon rövid az ideig, tulajdonképpen egy-egy csoport, egy-egy fél órát, egy-egy órát tud eltölteni aktívan a kiállításban, és hát ugye viszonylag nagy csoportok érkeznek, ez a Gombász Egyesületnek, illetve hát a rendezőknek, szervezőknek is komoly feladatot ad, hiszen ezeket a gyerekeket vezetni kell ott a teremben, több taktársunk ott előadásokat tart nekik folyamatosan, és hát egész nap, 2 napon keresztül ez meglehetősen sok.
Volt egy tárlatvezetés, ami új, ugyanakkor, ha jól tudom, azt pont te tartottad. Ennek mi volt a célja? Engem arra kértek meg, hogy a már nem gyerekeknek, tehát munkaidő után, 5 órakor kezdődően tartsak egy olyan kis vezetést, amiben nem kifejezetten gyerekeknek, bár gyerekek is voltak ott, mutassam be aznap, tehát a bemutatott gombákat egy valamilyen szempontból. Egy óra alatt azért a 160 gombát elég nehéz bemutatni, tehát ha kiszámoljuk, hogy mennyi perc jutna egy-egy gombára, tehát nagy vonalakban lehetett ezt bemutatni, de ez kötetlenebb volt egy kicsit talán már, ekkora lecsendesedett, nem volt akkor a tömeg, hanem már csak tényleg a későn érkezők, illetve kifejezetten ebből a célból érkezők voltak ott. Hasonló sikereket szeretnétek Sárospatakon, és hogy áttérjünk egy kicsit arra, és kedvet csináljunk így a sátoraljaújhelyi képekkel a pataki kiállításra? Hogyan készültök? Szervezük ismét a tagtársainkat, remélem ezen a vasárnap is legalább annyian leszünk, mint az újhelyi kiállítás előtt. Megpróbálunk nagyon sok területet bejárni, hiszen elég száraz az erő, de valószínűleg lesznek olyan helyek, ahol találunk gombákat. Nyilvánvaló, hogy az előkészítés majd a múzeum, illetve Patak esetében a művelődés házában fog véget érni, ahol összegyűjtjük délután a gombákat, illetve beazonosításukra fog sor kerülni. És utána pedig másnap kezdődhet a kiállítás. Mit kell tudni, lesz-e valami különbség a Sátoraljaújhely és a Sárospataki kiállítás között, vagy teljesen ugyanazt rakják át, csak más helyszínre? Igazából folytatása az újhelyi kiállításnak, hiszen itt is előadások kerülnek majd megtartásra az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület részvételével. Itt nagyvadakról lesz majd előadás, gombákról, gólyás előadásunk lesz, illetve tájvédelmi körzetről szól majd az előadás. Ide várjuk az általános középiskolásokat, nyilvánvaló olyan időpontra helyeztük el ezeket az előadásokat, amikor el tudnak jönni, tehát kezdődnek 10.30-tól és óránként követik egymást, 3 hétfőn, 3 pedig kedden. Nyilvánvaló itt is lesz egy tárlatvezetés, sikerült megnyernünk erre a célra dr. Locsmándi Csabát és dr. Vasas Gizellát, akik állandóan segítenek a munkánkban, illetve számukra tartogatunk egy meglepetést, de ez majd csak hétfőn fog kiderülni, amikor 5 órától tartnak tárlatvezetést, ahová mindenkit szívesen meghívok és szívesen látunk, aki érdeklődik a gombák után. Én bízom benne, hogyha nem is sikerül olyan mennyiségű gombát összegyűjtenünk, mint itt Újhalom bemutattunk, de azért remélem, hogy 100 fölé tudunk menni a fajok számában. Itt látszik, és Vasas Gizella, a Pálházi fesztiválon mutatja be a gombákat. Nagyon jó előadó, Gáborhoz hasonlóan ő is tudja vezetni a részvevőket, és érdekesen tudja előadni a gombákról szóló ismereteket. Nagyon fontos egy-egy ilyen előadás azért is, mert ez motiválja az embert, és első ránézésre egy laikusnak, vagy aki kevésbé ismeri a gombákat, nehéznek tűnik egy gomba felismerése. De hogyha olyan szakavatott emberek, mint Gizike, vagy Csaba, vagy esetleg Gábor van jelen, akkor sokkal egyszerűbbnek tűnik az egész, és egy-két jelzés alapján rögtön felismerjük ezeket a gombákat. Tehát ezért örülök neki, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt lesznek. Ezt, amit utoljára te mondtál, ezt én is tanúsíthatom, bár tag vagyok, de olyan mélyen nem tudom beleásni magam soha a gombász világban, mint ti, de ezek a kirándulások engem is mindig felvillanyoznak, hiszen olyan dolgokat lát az ember test közelből, amit talán még egy kiállításon sem. Tehát akkor még egyszer ismételjük el, október 12-e és 13-a, hétfő és kedd, 10 órától kezdődik a megnyitó, a művelődés házában, Sárospatakon, és hát előadásokkal is természetesen a gombákkal. Reméljük, hogy lesz mit bemutatnunk, illetve itt is lesz képkiállítás azokból a rajzokból, amelyek ugye zsűrizés alá kerültek az elmúlt években. Itt előre bocsájtom, hogy jövőre rendezünk majd ismét rajzpályázatot, de szerencsére, vagy ez volt ebben az évben talán az egyik elmaradásunk, nem tudtuk megszerezni, hiszen az utóbbi évben már több ezer rajz érkezett be. És ennyit átnézni nagyon nehéz, tehát ezt megpróbáljuk már egy kicsit másképp szervezni, hogy is kalánként 2-3 vagy 4 rajzot várunk korcsoportonként. És mielőtt Marikának szót adnánk, láttuk Vasas Gizelláikat és ott az erdőben, ahogy ők tartották az előadást, úgyhogy nem tudom kiadni, hogy ne kérdezzem meg, hogy hogyan áll a tanfolyam, ami nem sokára a végéhez ér, hiszen ezek a kiállítás szervezések, és hát maga a hozzátartozó gombagyűjtés is már maga egy terep gyakorlat a tanfolyam résztvevőinek, jól tudom? Igen,
Ez egy nagyon hatásos terepgyakorlat, hiszen ilyenkor sokkal több gombát lehet látni, mivel, hogy amint úgy helyben mondtam, hogy hát többen vettek részt, ez a szám, ez olyan 100 körülire satszoltuk. Szándékosan nem mondok, hogy ki mindenki, mi mindent hozott, rengetegféle, mindenki külön érdekeset hozott arra kiállításra, és mindenki talált valami újat, egy-egy újat, amit a többiek nem. Tehát így jött össze ez az óriási szám, amit nem gondoltunk volna előre, de senki nem mondta volna, hogy 50-nél többfélét fogunk találni, és az sem mint tapló lesz, ami a száraz időben egyáltalán lehetséges. És mégis sikerült ez. De mindenképpen kellett hozzá ez a közel 100 ember, aki persze részben a kiállítás, tehát ottani rendezésében, elrendezésében, szépítésében vett részt. Most azért itt a stúdióba is tudtunk behozni egy pár gombát, majd ezekből is mutatunk be. Tehát ezt biztatásként hoztam be, hogy én tegnap kimentem az egyik helyre, és hát ugye egyik módszer az, hogy olyan helyre kell kimenni, amit az ember viszonylag jól ismer. De ezt a helyet elég jól ismerjük már. Ebben az évben nagyon sokszor, én meg se számoltam, hogy hányszor, de vagy mondjuk 15-20-szor voltunk kint, és most is csak azért mentem ki, hogy megállapítsam, és csak nagyon keveset hoztam be ide abból, amit ott láttam, hogy vannak gombák, és pedig hogyan állnak. Tehát megállapítom azt ilyenkor, hogy öregek-e azok a gombák, amik ott vannak, hogy vannak-e mellettük fiatalok. Ha vannak fiatalok, akkor azokat ott hagyjuk ilyenkor, hogy majd a kiállításra azt az egy-két példányt be tudjuk hozni. Itt látszanak például kénvirág gombák, 3 viszonylag fiatalabb, ami már 2-3 nap múlva, ugye hétfőre már öreg lenne, de ami itt öreg volt a képen, ott lekonyulva, az már teljesen elporlik addigra, tehát az már esélytelen, hogy azt hiába hagytam volna ott, de a másik kettőt is, abból nem lett volna a hétfői kiállításra semmi. Tehát ezek is ugyanilyenek. Amelyiket úgy ítéltem meg, hogy még csak növekszik, de én tudom, hogy hol van pontosan, oda vissza tudok menni majd, és alkalmasint azt a pár példányt erre a kiállításra célzottan el. Meg gondolom, nem mindenki ennyire tudatos, mint te, nem? Vannak azért olyan csapatok, akik kimennek az erdőbe. Kirándulni. Igen, de akkor sok csalódás éri őket. Én is kimentem egy vakpróbára az tegnap előtti nap az újhelyi hegyekbe, egy olyan helyre, ahol egyébként szokott lenni, de sejtettem, hogy nem lesznek most gombák, mert az nem egy völgyai hely. Tehát a völgyi aljakban van most annyi csapadék, ahol a források is kibukkannak az alatti részeken, ahol egy kis bozót van, ahol páratartalom marad meg, mert a meleg szél, ami ma is fújt például itt Újhelyben, az nagyon-nagyon kiszárítja az erdők a varát, talaját. És ott valóban nem nagyon lehet találni, tulajdonképpen azt mondhatom, még taplókat sem. Azt hiszem, hogy visszatérünk még ezekre a gombákra, amik itt az asztalon vannak, hiszen jut rá idő, de a képeken láttunk gyerekeket. A Sátoraljaújhelyi általános iskolákból szerintem nem is tudok említeni olyat, akik ne látogatnának el a kiállításra, és hát gondolom ugyanez van Sárospatakon is. Meg tudsz erősíteni? Így van, nagyon várjuk a tagi kiállítást, hiszen nekünk nagyon nagy segítséget nyújtanak ezek a kiállítások, az Egyesület kiállításai, hiszen olyan gazdag világot tárnak a gyerekek elé, amelyet mi tanórán nem tudunk megmutatni. A mi iskolánkban tovább léptünk egy picit, nem csak a kiállításokra járunk rendszeresen, hanem rendszeresen kirándulunk, túrázunk. Minden évszakhoz kapcsolódik egy-egy túra. Konkrét megfigyelési szempontokkal indulunk ezekre a túrákra. Legutóbb egy hete madár megfigyelésen voltunk, mivel egy hete volt az Európai Madár Megfigyelő Nap, de nem csak a madarakat figyeltük, nem csak felfel az égre néztünk, bár láttunk, hál' Istennek, szürke gémeket, vadkacsákat, hanem a lábunk elé is, és nagy örömünkre gyönyörű nyárfatinórákat találtunk, és örömömre szolgált, hogy az egyik kislány fel is ismerte, nem messze lakik a Berektől, és ő mondta, hogy az édesanyjával gombáznak, ismeri, mondta, hogy ez meg fog kékülni nem sokára, tehát nagyon örültem neki. Láthatjuk is a fotókat, így van. Már ők. Igen, a rajzpályázatot is nagyon kedvelik a gyerekek, hiszen ez a gazdag szín, formavilág megragadja őket. Nyáron táborokat szervezünk, és a nyári táborban az idejében Gábor volt az egyik vendégünk, akit rovar megfigyelésre hívtunk, úgy, hogy az előbb mondtam, ugye nem csak a rovarokat figyeltük, hanem
20 perc alatt nem tudom hányféle gombát gyűjtöttünk össze, és igyekeztünk meghatározni, a gyerekek nagyon érdeklődtek, és hozták a gombákat, tehát pillanatok alatt rengeteg félét tudtunk összegyűjteni. Itt a képeken látjuk, hogy ezek a kirándulások nem nagy létszámmal folynak, nem is ez a cél. Van egy kis maga, aki már évek óta jár velünk, és meghirdetjük szülőkkel együtt, tehát ennek nagyon örülünk, hogy a szülők is bekapcsolódnak ezekbe a kirándulásokba, és továbbadják. Tehát én úgy gondolom, vagy remélem, hogy talán a család is akkor így jobban, könnyebben kimozdul a szabad levegőre, és kedvet kapnak ehhez a hasznos szabadidő eltöltéséhez. Ilyenkor itt mi a cél? Tehát az, hogy általában a gombákra odafigyeljenek a gyerekek, vagy vannak, amit említette te is, hogy természetesen előtte az iskolában megbeszélitek, hogy most erre koncentráljatok, vagy azért vannak léptékek, hogy először azt, ami mérgező, mindenképpen azt ismerje föl a gyerek, tehát így folynak ezek a kirándulások gombák szempontjából, most csak arra gondolok. Először is, tehát mi kicsi gyerekek, tehát főleg alsós gyerekek. Tehát elsősorban, hogy mi a különbség, miért alkot ez egy külön csoportot, ugye se nem növény, se nem állatát ők nekik, ez nehéz elképzelni, és különbségeket teszünk, tehát hogy ennek nincs szára, hanem tönkje, megnevezzük a részeket, miben különböznek. Ha találunk többféle fajt, figyeljük meg színben, formában, már a lemezben, egyebekben, és határozókönyveket viszünk, rögtön rákérdeznek, hogy mit jelent, amikor késvilla van a képen, ugye ehető gombák, és igyekszünk tényleg meghatározni. Itt elsősorban a külső égyek megfigyelése az elsődleges. Nyilván felhívjuk a figyelmüket, és ezt nagyon jól tudják, hogy melyek a gomba fogyasztás szabályai, tehát ők nyilván nem vehetnek le, hanem tényleg csak felnőtt felügyeletével, de mindig óvom őket, hogyha édesanyával, édesapával mentek, akkor is feltétlenül meg kell vizsgáltatni. Ezekre a kifejezetten gomba témájú beszélgetésekre, hiszen ezek azok, csak itt a kiránduláson van mód, vagy az iskolában is tananyag formájában? Nagyon kevés. Alsó tagozatban az erdő szintjei kapcsán érintjük, felsőben hatodik osztályban tanulnak az erdei csiperkéről és a gyilkos galócáról. És az egyesület tagjai nagyon nagy segítséget nyújtanak, hiszen Gyuri volt már nálunk előadást tartani, kimondottan a gombákkal kapcsolatban, és a többi tag is, Géci Pistő a madarászással, Marika ugye a denevér részéssel kapcsolatban, tehát sokrétű. Arra próbáljuk a gyerekeket, hogy nevelni, ahogy mi is így gondoljuk az egyesület tagjai, hogy nem csak a gombák irán, hanem egészben, egységben kell nézni a természetet, és figyelni, és óvni. Erre próbáljuk őket nevelni. Jó dolog tudni, hogy az általános iskolákban már ilyenekre és erre nagyon fontos hangsúlyt fektetnek, hiszen azt hiszem, hogy ők azok, akiknek mindez, amit az egyesület készít egy-egy kiállításon, elsősorban készül. De Gábor már tart a kezében egy gombát. Szerintem el is mondja, hogy mit kell róla tudni, amit talán már hangsúlyoztunk többször is, de szerintem soha nem elégszer, hiszen ezt megrágta a csiga, ha jól látom, bár mi nem valószínű, hogy ezt a gombát megennénk. Igen, tehát ez egy közkeletű tévhit, hogy ugye amit a csiga megrág, vagy valami állat megrág, az biztosan ehető. Hát ezt jól megrágta. De aki jobban megnézi ezt a gombát, ez benne van az általános iskolás tananyagban már. Ugye fehér lemezek, a T
tönki az ilyen kicsit márványozott, ahogy a képen is látszik, és bocskora van, és galéria felül meg ilyen zöldes-barnás színű. Na ez az a gomba, amit legjobban kell ismerni, és itt a tanfolyamon is ez az egyféle gomba van, amit mindenkinek kötelező tudni, és bármilyen állapotban fel kell tudni ismerni, mert ez maga a gyilkos galóca. Ez egy nagyon kicsi és megrágott példány, mert most csak ilyenek nőnek. Sokkal szebb szokott lenni, egy gyönyörű gomba egyébként. Hát még minden mérgező, majdnem, hogy elmondható. És nagyon kell vele vigyázni, mert valóban egy ilyen kicsi gomba nagyon nagy gondot tud okozni, halálosan mérgező anyagokat tartalmaz, mérgeket tartalmaz. És hát a gombamérgezések, halálos gombamérgezések zöméért itt Magyarországon ez a gomba felelős. Mi történik akkor, ha egy-egy ilyen gomba bekerül a többi közé? Hát, még akkor is, ha tehát valaki felfedezi a kosárba jobb esetben maga a gombaszakellenőr. Mit tesz olyankor a gombaszakellenőr? Előírások vannak erre, hogy mit kell tennie. Tehát itt már a törvény szabályoz, vagy a rendeletek szabályoznak, mit kell tennie a gombaszakellenőrnek akkor, amikor egy darab gyilkos galócát talál egy kosárban. Az eljárás az, hogy az összes gombát likvidálni kell, el kell kobozni. Tehát, és akkor nem kell haragudni a gombaszakértőre, aki oda bevitte, mert ez az ő kötelessége. Most változnak a jogszabályok, másképp lesz, de csak szigorúbb lesz ezen túl a gyilkos galóca megítélése és más mérges gombák megítélése is. Most pillanatnyilag egy ilyen törvények közötti helyzet van, de már mi láttuk a tanfolyamon ennek a új rendeletnek a még el nem fogadott, de már parlament elé, vagy hát a bizottság elé került változatát, hogy hogyan fog ez kinézni valószínűleg. Tehát most már ugye az Európai Unióval konform rendelet kell, korábban is voltak rendeleteink, már több évtizede, most pillanatnyilag visszavonták, és pillanatnyilag hivatalosan nem is igazán lehetne gombákat forgalmazni. Elég bonyolult ennek a szabályozásnak a módja. Nagyon sokféle szempont változott meg az elmúlt években a tulajdonviszonyoktól kezdve, ugye az állami, nem állami, magántulajdonú erdők kérdésében is, és hát magának a gombáknak a természetvédelmi megítélésében is. Tehát ugye vannak például a védett gombáink. És hát ugye ma már jobban tudjuk, hogy sokkal fontosabbak még ezek a nagy kalapos gombák is az erdő életében, hogy egyáltalán legyenek fák, hiszen fontosak a fáknak. Nem csak egyszerűen az, hogy most mi ezt megesszük, vagy nem megesszük, mert a gyilkos galóca valószínűleg nagyon fontos gombája az itteni középhegységi erdőknek, meg az alföldi erdőknek is. Tehát ott az tényleg, hogyha látjuk, akkor tapossuk nem, el. Mindenképpen nagyon hasznos gomba. Bizonyos állatok, mint ahogy látszik, a csigák például élnek benne, nem csak azok, más rovarok is élnek benne, nem mindegyikre mérgező, ránk mérgező. Nem tudjuk még, hogy miért pont így alakult ki. A gyilkos galócának látszólag semmi előnye nincs abból, hogy minket elpusztít. Valami oka biztosan van. De talán nem menjünk addig haza, míg a nagy sárga kalapos gombát nem mutatjuk be. Ha Gyuri egy kicsit segít nekünk, akkor ő ezt ide tudja adni, és akkor Gábor tud róla beszélni. Már csak azért is, mert gondolom a szemet szólt a nézőknek is, és egy pár szót beszéljünk róla. Nagyon tetszetős gomba. Nem tudom, mit kell. Hát egy lánggomba csoportba tartozó, tehát narancssárga lánggomba, vagy vörös-barna lánggomba nevet kaphatna. Ennek is volt, itt látszik valamennyire kicsit megszáradt már galéria, mint ahogy ugye a gyilkos galócának is. Tönkje nagyon szálas. Tehát olyan, mint egy bot. Olyan erős, hogy tulajdonképpen el nem lehetne, alig lehet eltépni. Igen. Tehát a tőkegombák rokonságába tartozik. Fán kellett volna nőni, ez most éppen a talajon nőtt, de valószínűleg a talajban lehetett valami faanyag, vagy a közelben egy faanyag, amiből ő kinőtt. Ráadásul nagyon sokszor csoportosan szokott nőni. Gyönyörű szépek a varnás lemezei, már hullatják a spórát, és ennek a spórának a nyomai látszanak a galléron. És hát úgy megrágta valami, hogy tulajdonképpen valahonnan át is lehet látni rajta, itt bement, és itt kijött egy De akkor ez nem ehető gomba. Nem, mert keserű ízű. Tehát szép. Rossz ízű. A szaga is retekre emlékeztet, tehát nem valami vonzó, de csodálatos szép az erdőben. Hát előbb lefényképeztük természetesen, mielőtt ebből a célból, hogy ide behozzuk, levettük volna. De bízunk benne, hogy társai majd jelentkeznek még a közelben. Most már egy picit talán változott az idő, bár ma nagyon meleg volt. Mit lehet mondani? Van gomba, érdemes azért kimenni, ha nem más gyönyörködni bennük. Te mostanában jártál az erdőbe?
Én célzottan jártam, és gombákat kerestem ebből a kiállítás előkészületének céljából. Meg hát hallottam híreket, én mindig gyűjtöm a híreket, és hát taktársaink közül többen, Bodrog közből, Hegy közből hozzák a híreket, hogy na most egyáltalán, hogy esette az eső, volt igen, a csapadék, tehát ez nekünk nagyon fontos. És hát ebben is számít az, hogy olyan sokan dolgozunk együtt, mert akkor így nagyobb területről vannak információink, hogy hol milyen időjárás, milyen klíma, és milyen gomba viszonyok vannak, és hát ennek megfelelően próbáljuk szervezni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy erre a pataki kiállításra hozza be a gombákat, hogyha vagy ismeretlen gombát talál, az nekünk annál érdekesebb, meg bízunk benne, hogy meg is tudjuk mondani neki, hogyha behozza, különös tekintettel, hogy erre az időpontra Vasas Gizelláék, tehát az ország egyik legjobb gombász csoportja itt lesz majd, és tehát ők segíteni is fognak a faj meghatározásra? Legalábbis a tervek szerint úgy van, hogy ők már vasárnap megérkeznek, mire mi is hozunk egy kis gombát patakra a művelődéseházba, addigra ők is oda jönnek. Ha szerencsénk van, és idejében ideérnek, mert aktélekről indulnak aznap, akkor még a kirándulásban is részt szeretnének venni. Mi a Longerdőbe fogunk kirándulni egy kisebb csapattal, de hát természetesen várjuk, hogy mindenhonnan, minél több felől hozzák majd a gombákat a taktársak. Azt hiszem, hogy ha legalább fele annyira lesz sikeres a pataki kiállítás most, mint ez a beszélgetés, az már siker. Én köszönöm, hogy ismét itt a stúdióban egy kicsit buzdíthattuk nem csak a Gombász Egyesület tagjait, de mindenki mást, hogy gombázzanak, és hogy egyáltalán nézzék meg a kiállítást, és hogy befáradtak ide. Önöknek pedig természetesen köszönöm a figyelmet. Gombász műsorra legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak, természetesen abban is beszámolunk majd a pataki kiállításról, és természetesen Vasas Gizella és Locsmándi Csaba előadását is láthatják majd felvételről valamikor a jövő hónapban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!